Van event? Szerintem nem megyek végig egy új Tarkov hírek videó. Igazából egy rövid update videó. A hírek videót majd csak később fogom megcsinálni. Update videó is már nagyon régen volt, hiszen ugye nem sok minden történt a játékon belül. Most járunk a Vive-nak a közepén, és megkaptuk az első eventüket. Én őszintén azt hittem, amikor megláttam a videót fent YouTube-on, hogy, hogy, ez ugye a Rizinek a történetének lesz a folytatása, de nem. Kaptunk egy eventet, amivel visszajött a hó, és az eventnek az a lényege, hogy elbúcsúztatjuk magát a telet. A videóban annyit látunk amúgy, hogy két orosz katona beszélget, ugye beszélgetnek a spooky történetekről, és maga az event része, ugye ez egy hagyomány Oroszországon belül, hogy így búcsúztatják el a telet, hogy elégetnek Dolgokat. Szerencsésebb esetben ezek fák szoktak lenni, rosszabb esetben minden mindenfajta szemetet is el szoktak ilyenkor égetni, de ebben most nem menjünk bele. Amúgy külön megjegyezném, hogy az egyik orosz katona úgy néz ki, mint a szegény ember de nézzük azt, hogy mit kell tudni az eventről, és hogy tudtok ebben részt venni. egy globális event, tehát az első küldetésünk az nem más, mint hogy egy millió ilyen bonfire kell begyújtanunk. A begyújtás eléggé egyszerű, bármilyen tracer hogyha meglövöd a bonfire akkor az begyullad. A, az, hogy milyen távolságból tudod begyújtani, abban még én sem vagyok biztos, a legbiztosabb az, hogyha közelmész hozzá és beleeresztesz egy tára bármilyen tracer akkor a bonfire be fog gyulladni. A másik része a dolognak az, hogy ugye vannak Moronának ezek a követői. Őket amúgy eléggé egyszerű megölni, a tőlük elvett fegyvereket nem tudjátok használni, mert a nulla durability -e van, és amíg a közeletekben van egy ilyen követő, addig ugye folyamatosan kaptok egy ilyen frost effektet, és sokkal lassabban tudtok mozogni. És nagyon fontos, hogyha begyújtjátok a bonfire-t, vagy beagorozzátok bármelyiket, akkor folyamatosan egy ilyen horda alakul ki, és elkezdenek rátok özen lenni. Az event pedig legnehezebb és legfontosabb része az pedig az, hogy általában a pályák a három ilyen bonfire szokott lenni. Ha mind a hármat begyújtjátok, akkor egy perc múlva hallani fogtok egy harangszót, és megjelenik Zriachi. Mármint aki úgy néz ki, mint Zriachi, csak most ilyen zöld szarvai vannak, a lényeg az, hogy elvileg ő hozzá -e nektek a dropot. Megértem azt a részét, hogy tényleg Bézsgének talán nem ezzel kellene most foglalkozni, hogy ilyen eventet beraknak, de reméljük, hogy foglalkozni fognak a játék részével is. Azt pedig ne felejtsétek el, hogy most a hétvégén lesz egy aréna bajnokság, és ezzel kapcsolatban amúgy csak annyi, hogy gyertek el és nézzétek, adjatok egy esélyt úgymond a játéknak, mert lesznek droppok is amúgy a versenyen, tehát ez az egyik motiváció, mihez ez miatt van a másik, pedig az, hogy én mostanság, hogyha visszanézitek az előző streamémet, akkor általában arénát szoktam streamelni, mert sokkal jobban le tud kötni ez a játék, mint, mint most a rendes FT játék, és főleg azért, mert ugyanazok a bugok -ok megvannak mindkét játékban is, viszont az arénában ezt valamennyire tudod ignorálni, a main game-be pedig egyszerűen elbassz az egész játékélményt. Na mindegy, a lényeg az, hogy hogyha tudjátok, akkor majd nézzétek a versenyt is, hogy vagyatok egy esélyt még egyszer a játéknak. Amúgy mostanában én tényleg csak arénát fogok amúgy streamelni, én szeretném, hogyha az emberek újra adnának neki egy esélyt, és persze azt is szeretném, hogyha a BSG is rendesen kiavítaná dolgokat, de bízzunk a legjobbakban. A lényeg az, hogy a nagyobb Tarkov hírek videóban majd jövök valamikor holnap vagy hónap után, amiben összefoglalom az elmúlt hetek történtjeit, és ja, röviden ennyi srácok, élvezzétek az eventet, hogyha, hogyha tudjátok, <laughs> nehéz lesz, de amúgy élvezzétek. És ja, találkozunk legközelebb, a legközelebb pedig elvileg péntek délután lesz, amikor streamelni fog, és mostantól ez a helyzet lesz, hogy péntek, szombat, vasárnap is hétfőn streamelek, Youtube-on és Twitch-en is elérhető vagyok, és ja. A lényeg az, hogyha van kedvetek, akkor nézzetek be, és ja, lehet együtt játszani is arénát, hogy nagyon szívesen játszok bárkivel együtt, aki normálisan tudom úgy kommunikálni fönn a Discordon. Szóval ja, a lényeg az, hogy találkozunk a legközelebb videóban. Addig is jók lehetek, szevasztok!